Országgyarapítás, nemzetvesztés, Magyarország talpraállítása vagy éppen zuhanó repülése. Máig megoszlanak a vélemények a Horthy korszakról. Jó napot kívánok, ez az Időrosta. Az elmúlt héten egy kaposvári konferencián történészek értékelték hazánk helyzetét a két világháború között. A szakértők közül pedig most ketten itt is ülnek a stúdióban. Köszöntöm Szakás Sándort, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatóját, és Bognár Zalánt, a Károli Gáspár Református Egyetem docensét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mielőtt elkezdenénk beszélgetésünk érdemi részét, megnézzünk egy rövid összeállítást az imént elhangzott felvezetéssel összefüggésben. A két világháború közötti magyar kultúráról és társadalomról tartottak konferenciát Kaposváron, a Horthy Miklós Alapítvány szervezésében. Az esemény megnyitóján az országgyűlés alelnöke azt mondta, a történészek dolga és felelőssége, hogy tisztázzák a Horthyról alkotott, évtizedeken át torzított képet. Lezsák Sándor méltatta, hogy Horthy Miklós kormányzóként vállalta a rendteremtő szerepét és felelősségét. Neki köszönhetően politikusok, civil és egyházi közösségek segítségével sikerült új életre kelteni a megcsonkított Magyarországot. A megcsonkított Magyarországot a történelmi mélypontról, az anarchiából, és már a végső megsemmisülés közeléből kellett új életre kelteni. És ez sikerült, köszönhetően Horthy Miklósnak és legjobb miniszterelnökeinek. A Veritas Történetkutató Intézet igazgatója előadásában arról beszélt, hogy az 1920. június 4-i trianoni békediktátum végig meghatározta hazánk két világháború közötti helyzetét. Szakály Sándor szerint a tanácsköztársaság összeomlása után egy új országot kellett felépíteni. A történész hozzátette, a revízió tekintetében egységes volt a magyar társadalom a Horthy korszakban. A Horthy korszak időszakának 25 évének egyik legnagyobb üzenete, és a nemzeti sorskérdésekben az a alaptétele, hogy képes-e egy nemzet összefogni, és talál-e a nemzet olyan személyeket, gondolatokat, és olyan megcselekedendő dolgokat, amelyek összeköthetik. Mert vannak olyan dolgok, amelyek összeköthetnek világnézeti, felekezeti és egyéb tartozás nélkül valakit. Én azt gondolom, hogy a két világháború között ez volt a revízió, amely összefogta a nemzetet. Ma pedig úgy gondolom, hogy az kellene, hogy összefogjon bennünket, hogy tisztességesen lássuk azt a múltat, amelyben eleink nagyon sokat tettek azért, hogy Magyarország legyen, meglegyen és jövője legyen. Magyarország revíziós céljait 1941. áprilisában éri el, amikor hazánk visszacsatolja a délvidéket. A maga korában a bécsi döntéseket a magyar közvélemény jelentős része a trianoni békeszerződés igazságos felülvizsgálatának tekintette. Kérdés azonban, hogy a területgyarapító intézkedések mennyire ágyaztak meg a II. Világháborúba való magyar belépésnek. A Horthy korszak értékelése kapcsán általában az Origót ezt mindig a trianoni békediktátummal összefüggésben szokták megállapítani a szakemberek. Kicsit itt a békénél maradva, illetve ennél a békediktátumnál, mennyire volt jelentősége annak, hogy ez nem egy kompromisszumos béke lett, hanem tulajdonképpen a győzteseknek az volt a céljuk, hogy megalázzák a veszteseket ahova, vagy akik közé Magyarország is tartozott? Hát én azt gondolom, hogy a győztesek mindig azt szeretnék, ugye, hogy elérjék maximálisan a céljaikat, és én azt gondolom, hogy az első világháború nagyhatalmai és a melléjük csatlakozott kisebb országok elérték, főleg az osztrák-magyar monarchia és azon belül Magyarországon esetében ezt, hiszen gondoljunk bele, egy ország elveszti területének több mint kétharmadát és magyar nemzetiségű lakosságának egyharmadát. És én azt gondolom, hogy nyilván a legyőzöttek és a győztesek között ilyenkor nem lehet egy igazán kompromisszum, vagy nagy kompromisszumról beszélni, de a megaláztatást és a megalázást pontosabb el lehetett volna, vagy el lehetne kerülni, és én azt gondolom, hogy az akkori magyar politika elit pontosan tudta, hogy nem maradhat fönt a trianoni, vagy bocsánat, a Szent Istváni, vagy a történelmi, vagy a Nagy Magyarország, de nem véletlen Teleki Pálnak és munkatársainak a munkányomán elkészült vörös térkép, amelyik azt mondta, hogy Magyarország körülbelül mit tudna elfogadni és elfogadhatónak tartani a békeszerződés során, akkor még békeszerzésre gondoltak, és nem egy diktátumra, azt, ahol a magyar többség van, az maradjon Magyarország, és vitatott területeken pedig legyen népszava,
szavazás, amelynek eredményt Magyarország eleve elfogadja. Ebből gyakorlatilag semmi nem következett be, és ilyenkor lehet keserűen azt mondani, hogy szerencsére nem az következett be, amit a románok és a csehek szerettek volna, hiszen akkor még nem Csehszlovákiáról beszélünk így, amely országok, illetve akik sokkal nagyobb területeket kívántak elcsatolni Magyarországtól. A magyar-román határt a Tiszánál gondolták, Csehszlovákiát összekötni a délszláv állammal egy koridorral 50-100 kilométerrel, valahol Keszthely környéken lenne a magyar határ, és így tovább. Volt, aki azt mondta, hogy csinálnak egy közép-európai Svájcot, nem Jászi Oszkári értelemben, Magyarország, hanem területi értelemben. A revízió kérdése az első perctől megfogalmazódott. Mikor voltak ennek reális lehetőségei? Hát reális lehetőségei tulajdonképpen igazából miután ugye Németország felemelkedett, tehát a hitleri Németország már ugye visszautasította a Versailles békét azzal, hogy elkezdték 35-ben ugye az általános hadkötelezettséget bevezetni, utána ugye megszállják a rajnai, visszafoglalják a rajnai demilitarizált övezetet, és hát tulajdonképpen ugye 38-ban elfoglalják, magukhoz csatolják tulajdonképpen Ausztriát, bár az Anschluss maga csatlakozás jelent, és ugye ne feledjük el, az első világháború utáni békerendszerben Ausztriának megtiltották, hogy csatlakozzon Németországhoz, hiszen óriási volt az Anschluss mozgalom Ausztriában, és hát valóban ugye virágesve fogadták a bejövő németeket, utána egy népszavazást is tartottak a csatlakozásról, nyilvánvalóan ez a németek által elfoglalt területen már nem lehetett olyan, hogy is mondjam, demokratikus, de mégis 9% azt szavazta, hogy Németország mellett való csatlakozást, és utána jött a müncheni döntés, amikhez négy nagyhatalom járult hozzá. Tehát ne felejtsük el, hogy amikor a szudéta német területet, tehát a Csehszlovákia németek által többségében lakott területét elcsatolják Csehszlovákiától, azt Nagy-Britannia és Franciaország is aláírja. És ennek következménye tulajdonképpen az első bécsi döntés, amikor is a Csehszlovákiának a többségében 86,5%-ában magyarok lakta területét visszacsatolják Magyarországhoz. Hát gyakorlatilag azt lehet hozzátenni, hogy az 1930-as évek közepére elsősorban Olaszország részéről megfogalmazódott az igény, hogy ez a Versailles békerendszer valamilyen formában felülvizsgálatot igényelne, és ha belegondolunk, amire utalás történt Bognár Zalán kollégám részéről, hogy Németország érvényesíteni tudja Nagy-Britanniával és Franciaországgal szemben a saját érdekeit, és Magyarországon pedig gyakorlatilag a revízió alaptétele volt a magyar társadalomnak. Gondoljunk bele, 1919-1920 Ébredő Magyarok Egyesülete, különböző szervezetek ezt határozzák meg, és azért tetszett nekem a felvezető, amikor az országgyarapítás kifejezés elhangzott, ugye valamikor Karsai Jelek írta ezt, hogy országgyarapítás, országvesztés. Országot gyarapítani akkor lehetett volna, ha a történelmi vagy a Szent Istváni Nagy Magyarországhoz csatolnak vissza valamit, nem pedig az elvett területekből hoznak vissza valamit. Tehát ez is már jelzi, hogy az 50-es, 60-as, 70-es években milyen megközelítésért a politika részéről, és én azt gondolom, Magyarországon akkor volt reális esélye a revízióra, amikor olyan nagyhatalmak hajlandóak voltak támogatni az elképzeléseit, mint Olaszország és Németország. Ne feledkezzünk meg róla, a 20-as évek elején Magyarország próbálkozott a franciáknál vagy a briteknél is, de azoknak nem volt érdekük, hiszen a három kis antant ország, ugye Csehszlovákia, Románia és a későbbi Jugoszlávia, mármint a szerb-horvát, szlovén királyságból létező Jugoszlávia volt a szövetségesük, és nem Magyarország. Tehát egy kis ország egy olyan kényszerpályán mozog, és mindig attól kell elfogadni a segítséget és a támogatást, aki vagy amely ország hajlandó valamit a mi érdekünkből is, hogy így mondjam, vállalni és segítséget nyújtani. Mennyire volt Magyarország egyedül itt a 20-as évek legelején, ugyanis ugye vesztesként elcsatolt területek összefüggésben 93 ezer négyzetkilométerre zsugorodott az ország, ha csak megnézzük, hogy például mondjuk Romániához 102 ezer négyzetkilométert csatoltak, tehát területileg társadalom szempontjából is óriási depresszió van, illetve nincsenek se barátai, se szövetségesei, egyedül van. Ezt a helyzetet hogy lehetett megfordítani, vagy ezt hogy lehetett alapvetően megélni társadalmi szinten? Azt azért itt fontos leszögezni, hogy ez két nagyhatalom nem fogadta el a Versailles környéki békerendezést, se a Szovjetunió, ugye Lenin imperialista rabló békének nevezte, és az Amerikai Egyesült Államok se írt alá. Tehát velük egy külön szerződést kötöttünk. Mármint csak az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államokkal, igen. Ulysses Grant Smith-szel Egyesült Államok megbízott követével kötöttünk külön békeszerződést, amelyikben kivették a határleírást. Tehát ők nem fogadták el a trianoni határokat. Ez egy nagyon fontos momentum. Tehát két nagyhatalom nem fogadta el a Magyarországon kötött trianoni békediktátumot. A 20-as években volt arra törekvés, hogy valóban a Szovjetunióval egy gazdasági politikai egyességre üssünk, de végül is ez ugye az óriási, hogy is mondjam, ideológiai ellentét
zátorán futott végül is ez a lehetőség, és aztán majd valóban, ahogy Szakály professzor is említette, majd a 30-as években, tehát akkor Németország megerősödik fel, akkor lesz esély arra, hogy valamilyen területeket vissza lehessen csatolni. És hát az első kitörési pont legalábbis az én véleményem szerint Olaszország az 1927-ben megkötött olasz-magyar megállapodás, hiszen Olaszországnak független attól, hogy a győztesek oldalán fejezte a háborút, én úgy szoktam fogalmazni, hogy a győztesek nagy vesztese, hiszen nem mindent kapott meg, amit szeretett volna, és ugyanakkor a győztesek oldalán lévő szerb, horvát, szlovén vagy jugoszláv királysággal is voltak területi vitái, gondoljunk Fiumére, amit azért megszereztek aztán az olaszok, ugye először a délszláv állam kapta meg, és ott viták voltak. Tehát az olaszoknak volt egy ilyen érdeke, és ugye az érdekek itt találkoztak, és ha szabad így fogalmazni, egy picit fölkarolták a magyar ügyet. Egyébként, ha belegondolunk, Magyarországnak a térségben igazán barátja, támogatója nem volt. Ausztriával nyilván a hagyományok alapján is volt egy együttműködés, és Gömbös Gyula 30-as évek meghatározó miniszterelnöke, ugye egy olasz-osztrák-magyar együttműködésben gondolkodott, ugye szokták emlegetni ezt. Mi több Gömbös még el tudta volna képzelni ebbe Lengyelországot, és ha belegondolunk, a gömbösi külpolitikába lépések történnek Bulgária, Törökország fele, tehát szeretne partnereket, ha nem is szövetségeseket találni az országnak, de ez nagyon nehezen ment. Bocsánat, itt még hadd lépjek vissza itt a trianoni eseményekhez, hiszen megvolt a trianoni békediktátum, de mégis Sopron és környékén ott lehetett népszavazást tartani, de csak azért, mert mi voltunk birtokon belül, tehát onnan kijönnek az ottani felkelők, így mondjam, és akkor ennek fejében ott legalább Sopron és környékén népszavazást tartanak. És nyilván ezért lehet ez a határ a legbiztosabb határ, a legkevésbé vitatott határ. Tehát a többi esetben is hasonló népszavazással történik meg a területrendezés, akkor gondolom, hogy nagyon sok seb nem lenne ebben a térségben. Hát akkor nyilván nem 102.000 négyzetkilométer kerül Romániához. 41-re Magyarország elérte a végső céljait a revízió tekintetében? Én azt gondolom, hogy Magyarországon a revízió kérdésében mindig volt egy reális cél, és én azt gondolom, hogy a politikai elit és a politikusok nagy része reálisan mérte föl ezt, a másik pedig volt a propaganda szintű. Mindent vissza, egy rögöt sem hagyunk, és így tovább. A politika azt hiszem a maximumot tudta kihozni a revízióból. Nehezen tudom elképzelni, hogy több lehetőséget kapott volna. Most lehetne azon vitatkozni, hogy Kolozsvár környékén Tordát hova kellett volna csatolni, vagy nem. Adott esetben a délvidéken, ugye, amikor a románok és a magyarok is úgymond Bánátra igényt tartanak, és egyik se kapja meg, létrehoznak egy német gaut, mit lehetett volna tenni. De én azt gondolom, ez volt a maximum, amit adott esetben el lehetett volna érni, illetve akkor lehetett volna elérni többet, ha Magyarország lesz Európában a döntő nagyhatalom, ami pedig csak egy álom lett volna. Igen, erre reális esélyeink nem voltak, viszont a háborúba Magyarország belépett, aztán pedig a németek meg is szállták hazánkat, ezzel összefüggésben is van egy rövid összeállításunk, most ez következik. Németország 1941. június 22-én indította el egységeit a Szovjetunió ellen. A hadjárathoz a náci csapatok mellett olaszok, románok, finnek és szlovákok is csatlakoztak. Hitler hivatalosan nem tartott igényt a magyar részvételre, azonban a magyar katonai elit nem akart távol maradni a hadműveletektől. A magyar vezetés talált ürügyet. 1941. június 26-án felségjelzés nélküli gépek bombázták Kassa városát. A kormány ezt szovjet támadásnak ítélte, ezért Bárdosi László június 27-én bejelentette Magyarország és a Szovjetunió közötti hadiállapotot. A német vezetés 1944 őszén már elkezdte kidolgozni Magyarország megszállásának tervét. A Margaréta tervet viszont csak 1944. március 19-én hajtották végre. Erre az időre Hitler Ausztriába hívta tárgyalni Horthy Miklóst, hogy a magyar kormányzó ne tudja megakadályozni a megszállást. Horthy is csak később értesült a katonai akcióról. Magyarország német orientációját, illetve a hadba lépését elég sajátosan élték meg sokan, hogy a Teleki Pál öngyilkos is lett ennek hatására, hogyha lehet így fogalmazni, még hogyha sarkosan is. Mit jelentett az, hogy Magyarországnak be kell lépni a második világháború, vagy egyáltalán milyen utak voltak még ezen kívül? Én azt gondolom, hogy egy kényszerpályán mozgott Magyarország, és ez nem az én megállapításom. Ugye sok mindenben van, aki vitatkozik, vagy lehet vitatkozni Ránki Györggyel is, de azt hiszem, hogy amikor azt megfogalmazta, hogy Magyarország kényszerpályán mozgott, ezzel nem lehet vitatni. A Teleki halála, illetve a jugoszláv elleni hadba lépés ugye egy nagyon sajátos helyzetet teremt. Magyarország közel 20 éven keresztül egy revíziós politikát folytat, és itt van a lehetőség, felajánlják az országnak, hogy a délvidéket is vissza lehet szerezni, amihez viszont már fegyveres erőt is kell mozgósítani, pontosabban át kell engedni a
német haderőt Jugoszlávia elleni támadásba. Ezt Teleki nem tudja megoldani, de ő azt hiszem, hogy pontosan érzékelte azt, hogy ha ő akkor azt mondja, hogy Magyarország nem, akkor ő politikailag halott, mert a magyar társadalom és a közvélemény revíziópárti volt, és ezt is szerette volna visszahozni. A másik, ami ugye nincs egyetértés a szakmában, és ezzel lehet vitatkozni, és ez egy szép dolog egyébként, legalábbis szerintem az, hogy Magyarország miért és hogyan lépett be a második világháborúba, pontosabban a Szovjetunió elleni háborúba, ha most a jugoszláviai hadműveletet eltekintünk. Én úgy látom, hogy azért, mert az akkori elemzők szerint, most használjuk ezt a kifejezést, valószínűsíthető volt, hogy az a 1941. június 22-én megindult német-szovjet háború egy viszonylag rövid idő alatt lezajló háború lesz, amelyben a németek fognak győzni, és a német támadó csapatok oldalán ott masíroztak a románok két hadsereggel, és a nem túl nagy haderejével ott volt Szlovákia is. Ha Magyarország ebben a helyzetben semleges álláspontra helyezkedik, és bejön az, amire feltételeztek, vagy amit Hitler is szeretett volna, hogy valamikor november-decemberben már Moszkvában, Vöröstéren masíroznak a német csapatok, és ott van a november 7-i díszszemle, akkor vajon a visszatért területekre kinek lesz nagyobb jogosítványa? Vajon Tiso azt mondja, hogy ó, Führer, milyen jó, hogy a magyarok elvitték a területeket, vagy Antonescu azt mondja, hogy hát milyen jó, hogy a Kolozsvár Magyarországhoz tartozik. Ez egy kényszer dolog volt, de ugyanakkor azt kell mondani, hogy Bárdosi László miniszterelnök, külügyminiszter próbált, én így fogalmaznék, a katonákat visszatartani, és amikor Kassát éri egy légitámadás, és ugyanakkor egy gyors vonatot, egy sebes vonatot, ahogy akkor fogalmaztak, meggéppuskát, bizonyítottan szovjet repülőgép, akkor megváltozik a helyzet, megszületik a döntés, hogy Magyarország bejelenti, kinyilvánítja, hogy az országot ért nem provokált támadás következtében a magyar királyi kormány megállapítja, hogy Magyarország és a Szovjetunió között a hadiállapot beállt. Erre lehet azt mondani, hogy egy elsietett gyors lépés volt, csak azt nem lehet mondani, hogy törvénytelen lett volna, és hogy nem a korabeli jogszabályok alapján épült. És ehhez az államfő a jóváhagyását adta, pontosabban előbb született meg az államfői döntés Horthy Miklós részéről, mint ahogy a rendkívüli minisztertanács ehhez úgymond hozzájárult, illetve tudomásul vette. Meg kell nézni az 1920. évi első és 17. törvénycikket, az pontosan szabályozza ezt a lehetőséget. A kormányzó döntött, és ezzel Magyarország a háború résztvevője vált, miközben a miniszterelnök azt mondta, hogy kéretik a honvédelmi miniszter úr, hogy limitált erők vétessenek igénybe, tehát Magyarország jelképesen szeretett volna ott lenni, hogy ne maradjon le a románok és a szlovákok mögött. Melyek voltak a német elvárások Magyarországgal szemben? Hát ugye 41-ben tulajdonképpen tőlünk nem vártak el semmit, hiszen gondoljunk bele abba, hogy 1940-ben, amikor megtámadják Franciaországot, másfél hónap se kellett, és legyőzik azt a legnagyobb szárazföldi erővel rendelkező nagyhatalmat. Tehát maga Sztálin abba bízott, hogy itt majd egy első világháborúhoz hasonló elhúzott háború lesz, egymás kivérzik Németország és a nyugati hatalmak, és akkor utána már érett almaként hullik a kezébe egész Európa, és exportálhatja a világforradalmat egész Európában. Hát ugye nem így történt, ugye 43 nap alatt kapitulált Franciaország, kevesebb ideig tartottak ott a harcok, mint aztán Budapest Osom, akkor a katlan csata, az ugye az 52 napos volt. Ugye, tehát ennek fényében, ahogy Szakács tanár is mondta, tulajdonképpen abszolút nem tartottak igényt a magyar katonai segítségre, hiszen úgy gondolták, hogy egyedül is, illetve a finn és a román segítséggel legyőzik pillanatok alatt, ugye a Szovjetuniót le fogják győzni, csak hát az egy hatalmas terület. Bocsánat, egyetlen egy mondatot szeretnék csak közbeszólni, nem akarok megakasztani, és Hitler megtiltotta a hadműveleti tervezést, hogy a magyar királyi honvédséggel számoljanak, mert az volt az álláspontja, hogy ahányszor a magyaroktól valamit kérünk, akkor a magyarok cserébe szintén kérnek valamit. Így van. Bocsánat. Így van, igen, ez lett a következő, tehát hogy valóban, hogy nem akart, hogy ára legyen, hiszen úgy ott egyedül is bírni fognak a Szovjetunióval. Csak hát ugye mondom, ott olyan területi nagyságok voltak, tehát ami nem európai léptékű, ott nem voltak utak, ott sár volt. Ugye a másfél nap később indult a hadművelet is, hiszen ugye a Jugoszlávia, illetve a Görögország megszállása miatt, ami ugye Olaszország indukált az egészet, hogy egy másik frontot is megnyitott, ez kés lehetett a hadműveleteket, illetve rengeteg katonai erőt elvont és amortizált. Tehát emiatt sem sikerületett. Tehát nem vártak ekkor Magyarországtól segítséget, viszont ahogy szakatanáról mondta, egyszerűen akkor úgy nézett ki, hogy be kell lépni a háborúba, hiszen ha nem lépünk be, akkor mindjárt ott van a Moszkvában, legyőzik őket, hiszen ugye a franciákat, akiktől mindenki azt várta, hogy ott a Maginot vonal, hogy ott biztos nem tudnak keresztül, ott a britek segítik őket, és ehhez képest legyalulták, elfújták őket szinte a térképről. Tehát úgy gondolták, hogy mivel Lengyelországot és Jugoszláviát, és tehát hogy nincs erő, aki megállítsa a németeket, ezért nem számoltak velünk, és nem akartak annak cserébe fizetni valamilyen területtel vagy fegyverszállításokkal, hogyha minket oda hívnak be a háborúba. De mondom, tehát a későbbi várató, akkori fényében várató békerendezés miatt lépett be végül is Magyarország, és hát voltak ennek ugye a bombázás, illetve a géppuskázásnak voltak ilyen
előzményei is. Ezt követően pedig voltak háborús kudarcok is, ha mondjuk a sztalingrádi csatát, vagy mondjuk a Don kanyart említjük. Ezek az úgymond kudarcok hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország végül nem adott annyi katonát, és a németek pedig megszállták az országot? Feltétlenül, tehát nem is ez igazából, hanem hát ez olyan közvetve járult hozzá, hiszen ugye Magyarország elkezdte a béketapogatásokat, ez a peace fillers, ahogy a brit okiratokban ez található, hiszen először nem akartak velünk diplomáciai kapcsolatot fölvenni, hiszen a csehek ennek nem örültek volna, és a jugoszláv emigráció sem örült volna. Nagy nehezen sikerült velük fölvenni a kapcsolatot, és ugye Szentgyőri részről is, tehát nem a kormány részről, hanem az ellenzék részről is a kapcsolatfelvétel megtörténik. De erről mind tudnak a németek, rendkívül jól be vannak épülve a magyar politikai közéletbe, első kézből tudnak minden tárgyalásról, és ugye nem akarják, ugye amikor 43. szeptember elején az olaszok kiugranak a háborúból, Hitler tajtékzik, sokkolja őt egyszerűen, hogy kilépett a legfőbb a tengely másik oldala, tehát a Róma kilépett a háborúból, és nem akar, hogy még egyszer egy ilyen történjen. És ugye a legkevésbé megbízható szövetséges, leginkább vonakodó szövetséges, az Magyarország. Ugye Tiszó fasiszta Szlovákiája ugye egyből részt vesz a Lengyelország elleni háborúban 39-ben, igaz, nem túl nagy erőkkel, de részt vesz. Aztán ugye 42-ben azonnal elkezdi deportálni zsidókat. Antonescu nemzeti legionáris állama, teljesen német ideológia mintára, tehát szintén egy totalitáris diktatúrát épít ki, ugye kondukátornak nevezteti magát, tehát vezérnek. Horvátországban Ante Pavlovics Poglavnik, ő is vezér, tehát körbe vagyunk véve ilyen totalitáris országokkal, és Magyarország az a megbízhatatlan szövetséges, amelyik nem engedi át a német csapatokat Lengyelország ellen, nem engedi át a szlovák csapatokat Lengyelország ellen Kárpátalján. Tehát amire egyébként azt írta Galazzo Ciano, az olasz külügyminiszter, hogy németekkel sose fogják elfelejteni, magyarok ezért elő vagy utóbb fizetni fognak. És hát ugye a zsidó kérdésben is nem fejlődtünk fel úgymond Németországhoz. Kállai Miklós Horthy sorozatosan visszautasította a német követeléseket a zsidó kérdés úgymond megoldására, és hát mindezek vezettek arra, hogy megszállták Magyarországot. Itt sokat beszéltünk arról, hogy az országnak mennyire leszűkült a mozgástere, a trianoni döntés után nem voltak barátai szövetségesei, azzal, hogy a németek megszállták Magyarországot. Ez a pálya, ez tovább szűkült? Milyen lehetőségek voltak ekkor? Hát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag Magyarország szuverenitását elveszítette, vagy legalábbis korlátott szuverenitású országgá vált, és az államfő visszavonul az ügyek vezetésétől, magát hagyja, én így fogalmaznék, rábeszélni, vagy elfogadja azokat a véleményeket, amelyet elsősorban a Honvéd vezérkar főnöke fogalmaz meg, hogy főméltóság úr maradjon a helyén, és nem mondjon le, amivel ő úgymond fenyegetődik, és úgy látja jónak, mert eljönhet az a pillanat, amikor még lesz lehetősége befolyásolni az eseményeket. Ha most főméltóság úrra lemond, olyan szélsőséges erők kerülnek hatalomra, amely Magyarország számára megfordíthatatlan helyzetet teremt, és valóban eljön az a pillanat az ország megszállását követően néhány hónappal, amikor a kormányzó lépni tud. Egyrészt a lépése azért a budapesti zsidóság megmenekülését jelenti, másrészt van egy kísérlet a háborúból történő kiugrásra, amely egyébként kudarcot vallott, ennek különböző okai vannak, nyilván ez egy önálló műsort igényelne, nem megfelelő az előkészítés, nem gondolnak rá, és ne feledkezzünk meg arról, csak akkor lehetett kilépni mindig a háborúból a későbbi veszteseknek, amikor a területükön megjelentek a későbbi győztesek. Nem lépett ki előbb Olaszország, csak amikor már partra szálltak Szicíliába és a Csizmá alsó részén a nyugati szövetségesek. Románia akkor lépett ki, amikor ott volt a szovjet vörös hadsereg. A finnek akkor, amikor már a szovjet finn határt átlépték, és így tovább. Magyarország nem lépett ki, amikor több száz kilométerre voltak onnét, de egy kényszerpályán mozgott, és ki kellett várni azt a pillanatot, amikor a Magyarországot megszálló német erők kevesebbek lesznek. Igen. És ugye itt 1941. júniusának a nyugati front megnyitásának nagyon nagy szerepe és nagyon nagy lehetősége van. És arról se feledkezzünk meg, hogy Magyarországnak ezzel a sajátos halogató játékával, ami a német megszállásig tartott. Magyarország függetlenül attól, hogy vannak kollégák, akik ezt nem akarják elfogadni, de Magyarország az európai országok közül még mindig a békeszigetének számított, számos menekültnek, főleg a zsidóság számára. Legyen ez a végszó, mert sajnos elfogyott a műsorunk ideje. Köszönöm szépen az uraknak, hogy itt voltak. Kedves nézőknek a figyelmet köszönöm, találkozunk egy hét múlva szombaton, viszontlátásra.